reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem, kísérteti ki utamon. Igazán színes és nagyfokú kreativitásról árulkodó gyerekrajzok díszítik a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ kiállító termének falát. Első alkalommal mutatkoztak be ugyanis a helyi Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola képzőművészeti tanszakának diákai a közönség előtt. Szerintem a rajzok mindegyike a miénk közül, mondhatjuk azt, hogy első alkalmak. Első alkalmak, mert először találkozunk azzal az embernek a pozíciójával, azokkal a fényviszonyokkal, vagy azzal az adott technikával, amivel készítjük. Nekem az egy első szabadtéri rajzaim voltak például azok, amik ott vannak, a baloldali képről beszélek, és ott ugye teljesen más fényviszonyok vannak, mint termen belül. A képzőművészeti tanszak általános iskola első osztályától fogadja a gyerekeket, de mint ahogy Ádám példája is mutatja, a nagyobb fiatalok is megtalálják a számításaikat, hála a jól képzett oktatóknak. 2019. szeptembere óta működik hivatalosan és bejegyezve. Természetesen az, hogy a covidos időszakban nehézségek voltak, mégiscsak alkotó jellegű műhelymunkáról van szó, ami az alapja, azt azért digitalizálni nem nagyon lehet jól, tehát hogy nem tudunk teljes három évről beszámolni, vagy teljesen gömbölyű három évről, de hát lenne az általános iskolában az Anna csinálja, ugye a gimnáziumban én, a hétfő leginkább a napja ennek, amikor estében nyúlóan tart. Tehát tartjuk meg azokat a foglalkozásokat, ami a művészeti iskola működése igazából. És az, ami főleg itt a bemutatott képeken azért látszik, hogy elsősorban a tanulmányrajzolás az, ami itt a fő profil lenne. A tanszak keretein belül tehát már 6-7 éves gyerekekkel is foglalkoznak a pedagógusok. Az itt látható munkákat első, második, harmadik és negyedik évfolyamos általános iskolás tanulók, illetve van két ötödikes diákunk készítették, de az alapfokú művészetoktatás struktúráját ismerve mindannyian első évfolyam, tehát alapfokon alapfok vizuális alkotógyakorlat és vizuális alapismeretek tantárgyak keretében sajátítják el tulajdonképpen a képzésnek az anyagát. Na most ezt lefordítva, igen, nagyon nehéz és nagyon jó kérdés logisztikában úgy beépíteni a gyerekek napi rendjébe, hogy hosszú távon, akár egész éven, vagy két éven, vagy több évre szóló képzést tudjon adni, elfoglaltságot. Hiszen én gyakran tapasztaltam, hogy az a kisdiák, aki nyitott a sportra, a matematikára, nagyon jó magyarból, tehát akár reál és humán beállítottságú, ne adj Isten, még zenélni is szeret, és rajzolni is. Tehát ez a gyerek nagyon egy tehetséges, nyitott gyerek, kreatív gyerek, és nagyon nagy összhangot igényel a családtól, hogy megmaradjon valamelyik művészeti terület vagy tevékenység mellett. Nagy lépés volt számomra, hogy több új dolgot megtanultunk, és tényleg is segített nagyon kibontakozni. Így kezdő rajzolóként, egy ilyen kis tapasztalatként, szóval nagyon jó volt számomra, mert egy közösséget is adott, és tényleg nagyon sokat tanult az ember ebből. Mi egy ilyen kis körben ülünk mindig egymás hegyén hátán, hogyha lehet ezt így kifejezni, és így tudunk ellesni egymástól esetleg praktikákat, technikákat, és így is gyűjthetünk tapasztalatot, hogy más hogy csinálja, segítünk egymásnak esetleg kérdésekben, akárhogyan. Szóval ez mindenképpen tanulunk pedagógusoktól, és egymástól is mindenféleképpen. És közben így magunktól is jövünk rá rengeteg dologra. A Bonyhádi Diákok kiállítása június 15-ig tekinthető meg a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban.